Az aktuális évszak sajátosságaiból adódó enyhébb időjárás következtében az átlagosnál többen rakatják fel gépjárművükre a nyári abroncsokat. Akik azonban későn végeztetik el ezt a műveletet, akár rosszul is járhatnak, ugyanis autójuk fékútja megnőhet, ami pedig balesethez vezethet. Emelte ki egy 17. kerületben található gumiszerviz tulajdonosa. Egy, hogy a fékezés szempontjából ugye másképp reagál az autó, megcsúszik, mint egy szánkó. A másik meg, hogy nagyon hamar el fog kopni a téli abroncsa, ha nem cseréli le a nyárira. A szakértő hozzátette, az úgynevezett 4 évszakos gumik a magyar időjárási viszonyokhoz továbbra is ideálisak. Fontos továbbá, hogy a közelgő nyári utazások előtt megfelelő módon készítsük fel a személy gépkocsinkat, valamint alaposan vizsgáltassuk át az indulást megelőzően. Az autónkat mindenféleképpen készítsük fel, először is a fék, ami a legfontosabb az autóban, utána a folyadék szintek, ellenőrizni kell az összes folyadék szintet, és ugye a műszerfalon, hogy ne villogjanak se a motorkontroll, se bármilyen olyan lámpa ne villogjon, aminek nem kellene villognia. Akkor keressük fel a szervizt, és azonnal kiolvassuk, hogy mi a probléma, és akkor meg tudjuk állapítani. A gumi abroncsok élettartamának hosszabb távú megőrzésében nagy segítséget nyújthat a keréknyomás ellenőrző rendszer, amely 2014 óta valamennyi autónak kötelezően felszerelt tartozéka. Amennyiben ugyanis a nyomás érték nem megfelelő, akkor a gumik rendellenesen kopnak és kevésbé lesznek stabilak.